Az első körzetek adatai alapján Dobrev Klára vezet az előválasztáson, őt Karácsony Gergely, majd Márki Zaj Péter követi a miniszterelnök jelöltek versenyében. A folyamat a QR kódos hitelesítés miatt több időbe telik, ezért az Országos Előválasztási Bizottság csak csütörtökre ígéri a végeredmény kihirdetését. A sorrend addig még változhat. Kedd este ért véget az előválasztás első fordulója. Több mint 630 ezeren szavaztak, hogy a 2022-es országgyűlési választáson kik legyenek a 106 választókerületben a közös ellenzék jelöltek, illetve hogy az ellenzék részéről ki legyen Orbán Viktor kihívója. Öt miniszterelnök jelölt gyűjtött kellő számú ajánlást, hogy indulhasson az első fordulón. Amennyiben egyikük sem szerez abszolút többséget, októberben második fordulót tartanak, amelyre hárman juthatnak tovább.